Ricardo, tudnod kell, hogy te leszel az, és a te nemzedéket, feltéve, ha jó irányba visszük az országot, aki ennek az sok fröcsögő, gyűlölettel tele embernek megkeresed majd a nyugdíját. Te adódból lesz majd fenntartva az egészségügy, az oktatás, és még a képviselők fizetése is a te adódból fogják majd kapni a képviselők a fizetésüket. De az csak akkor lehetséges, ha a nemzetre, a faji ideológiával rárontókra féket tudunk tenni mi, akár még itt ma este is. Ha én bocsánatot kérek, tudod, Ricardo, azzal riogatják a népet, hogy csak mi romák vagyunk, elég bátrak gyereket vállalni. Ez ugyan nettó hazugság, de az igaz, hogy a szegénységben élőknek, és mindegy, hogy cigány vagy nem, az a fiatal pár egyetlen örömmel van a gyerekeik. És bármilyen nagy a szegénységük, éppen ők vállalják a legtöbb gyereket. Ha már úgy sem nincs esélyük kivergődni a nyomorból, legalább a ti mosolyotok örömet hoz nekik. És így mondandóm végén, Ricardo, hadd mondjak neked valamit. Ha már mi romák leszünk többségben, ami nagyon kicsi az esik, de ezzel jogatnak mindenkit egyesek, ne engedd, hogy olyan világ legyen, ahol a kisebbségieket bántják. Nem juthatnak rendes oktatáshoz, a szegénységük miatt kriminalizálják őket. És börtönbe kerülnek egy eldobott zsebkendőért, vagy egy ölfáért. Könnyen elveszik a gyerekeiket, és állami intézményekbe fogják őket fölnevelni, csak a szegénységük miatt. És csak azért, mert a bőrük fehérebb a többségieknél, vagy mert éppen van rajtuk sapka. Figyelj oda, kérlek, hogy minden ember, teljesen mindegy milyen a származása, egyenlő jogokkal bírjon, legyen esélyük a törvényhozásban képviseltetni magukat. A végrehajtó hatalomban is vegyenek részt, ne csak segédmunkások vagy közmunkások lehessenek, vagy még az sem. Ha valami miatt hátrányban vannak, akkor segíts nekik. Vagy tegyél lépéseket, hogy legyenek olyan emberek, hivatalok, akik segíteni tudnak. A te érdeked is lesz, hogy a fele barátaink emberként tudjanak élni. Még akkor is, ha a bőrük világosabb lesz egy kicsivel a tiédnél. Tudod, Ricardo, halvány esélyünk mégiscsak van. Mert hogy én rendszeres véradó vagyok. És ennek a képviselőnek a felesége, láttuk az interneten, nem olyan régiben nagyon beteg volt, vérátömlesztést is kapott. Még az is lehet, hogy pont az én véremet kapta. Én pedig egy demokrata vagyok, igaz hazafi, aki nem hajlandó a nemzet faji alapú megosztását eltörni, ilyen a vérem. Reméljük és bízunk benne, hogy a vér nem válik vízé. Köszönöm, hogy meghallgattuk. Fogadjátok szeretettel, ahogy mindig, és a Szabadság téren, aki mindig szintén velünk volt, Zsolnai Júli. Köszönöm. Amikor Andrea megkért, hogy jöjjek el és mondja valamit, akkor hát igen nagy bajban voltam, mert a világirodalomban én legalábbis nem ismerek olyan művet, ami csecsemők megbélyegzéséről szólna, és ennél felháborítóbb dolgot, mint hogy egy újszülöttet
akiben benne van a világ mindenség, aki a lehetőségek tárháza, akiből lehet egy új Einstein, egy új Leonardo, vagy Paganini, vagy felfedezheti a rák ellenszerét, vagy bármi lehet. Egy normális országban, persze nem itt nálunk. Hogy őt elítélik, megbélyegzik. Szóval nem találtam ilyen anyagot. És akkor úgy gondoltam, hogy egy verset fogok mondani, ami egy másik újszülöttről szól. József Attila, betlehemi királyok. Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Juhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj hát király a nevem, segíts édes Istenem. Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk, égi ország. Gáspár volnék, aféle földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk, mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat, hat marékkal, tömjén egész vashazékkal. Én vagyok a Boldizsár, aki Szerecseny király. Pirul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama. Hulló könnye záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már, kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Igen, most telefonált a Szilvi, hogy egy percen belül itt van, addig engedjetek meg egy-két gondolatot. Tudom, hogy mostanában sík, de nem tudok jó szót, nem sík. Szóval, hogy az elmúlt 25 év minden politikai szereplőjében hibát keresni, mi szeretnénk a kirekesztés elleni küzdelemből ezt kihagyni. Mi nem szeretnénk visszanézni, nem bűnbakkereső mechanizmusokat szeretnénk. Mi szeretnénk, hogyha civil és pártok közös összefogása lenne a kirekesztés ellen. Természetesen vannak még ebben választra váró kérdések a demokratikus pártok részéről, amire úgy gondolom, hogy minden toleráns ember joggal várhatja a választ, de most mégis azt gondolom, hogy kirekesztés ellen küzdő embereknek nem a demokratikus pártok az ellenségei, hanem a nácik. A náci jobbik. Úgyhogy én azt szeretném kérni, aki egyetért ezzel, hogy abban a Facebookon is és a való világban is támogasson minket, mindannyiunkat, hiszen ez közös érdekünk. Novák előtt a jobbik, az nem csak cigányügy, ezt ugye csak ott nehogy félreértsétek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a rasszizmus, az antiszemitizmus, a homofóbia, a sérült emberek elleni életellenes dolgok, mert ez ember és életellenes dolgok, amik Magyarországon most történnek, ez közös ügye minden demokratának, ha megjött Pak Szilviát, adnám a szót. Elnézést, egy kicsit megkéstem, mert eltévedtem, tehát a széna tér fele szálltam föl a 4-es 6-osra, mert agyam az van nekem nagyon sok. Na, mindegy, tényleg. Szégyellem magam, hogy itt állok, és felszólalok. Itt. Hogy lehet Európa közepén, hogy egy fasiszta pártnak székháza van, és én, Ricardo Silvia, itt állok. Hogy történhetett, hogy a parlamentbe kerültek az ordas eszmék? Hogy lehet, hogy a roma gyilkosságok nem verték ki a biztosítékot úgy Isten igazából? Hogy lehet, hogy ennyi műveletlen, korlátolt,
szellem és lélek gyenge ember van ebben az országban. Lehet, hogy elmegy a mikrofon. Lehet, hogy eddig is voltak, csak nem kerültek be a parlamentbe. De hogyan kerülhettek a parlamentbe, a hatalomra? Volt rá igény. És ez az igény egyre nő. Veszélyesen nő. Jó példa erre, Pókebő honfitársunk primitív megnyilvánulása, amit egy újszülött ellen tett. Így van. Mit gondoltok? Ez egy egészséges társadalomban előfordulhat? Nem. Beteg, rothadó ország vagyunk, ahol egy maroknyi beteg ember irányít. A hasonlót vonza, mondják. Nézzetek szét! Minden poszton tehetségtelen, önálló gondolatokra képtelen, harács, csaló, kirekesztő, szakmailag felkészületlen ember ücsörög a mi pénzünkön. A mi pénzünk teszi lehetővé, hogy ez a Novák csupa kisbetűvel ilyen kijelentéseket tegyen büntetlenül. Aztán jönnek a gesztusok. Novák, ne szórakozz. Aztán jönnek a gesztusok, gesztusértékű elhatárolódások, közlemények, felszólalások, mint az enyém is itt, mint rendesen, de érdemi dolog nem születik. Így van. Hol vannak a roma vezetők? Hol van Orbán Farkas Flórián? Meddig tűrjük még, hogy az élet minden területére kitart, odaérjen az illettantizmus, a gonoszság, és ez legyen az általános. Meddig tűrjük, hogy a cigányságot, mint fertőző gócot kezeljék? A félelem, az ismeret hiánya mindig oda vezet, hogy a korlátolt elmék, ahelyett, hogy magukban néznének, kifelé mutogatnak, és ellenséget keresve látják problémájukra a megoldást. Ez az ellenség ma a cigányság, a zsidóság, a melegek és a nők. Miért nem fogunk össze? Meddig mehet ez így? Meddig lesznek hatalmon a polcra került szarok, akik lekvárra képzelik magukat? Meddig? Így van, remélem, mire a kis Ricardo felnő, ez már nem lesz kérdés. Mondom, remélem, de nem hiszem, és addig is szégyellem magam. Ez a, nem szüntetjük meg ezt a, az event oldalt, amire ezt összeítjük, hiszen a továbbiakban, ami történik, tehát a sajtó, a nemzetközi sajtó visszhang, ami válaszokat kapunk a diplomáciai testületektől, külföldtől, és bármi történik, ezen az event oldalon megtalálhatjuk. És amennyiben nem történik lépés, természetesen tovább folytatjuk ugyanúgy, és nyilván nem fog lépés történni, tovább folytatjuk a tiltakozást, és nagyon jó lenne, hogyha ebben minden olyan civil szervezet, Facebook csoport bekapcsolódna, és közösen csinálnánk, hogy nagyon, nagyon klassz, hogy ennyien eljöttetek. De a nácik ellen, a náci jobbik ellen tízezreknek, százezreknek kéne itt lenni és tiltakozni. Az nem lehet indokolt, tél van és hideg van, mert engedjetek meg egy kis személyes, és nyilván akkor nincs hideg. Akkor nincs hideg. Szóval, hogy amikor elvitték embertársainkat, cigányokat, zsidókat, melegeket, politikaiakat, ártatlanokat, fagyott. Fagyott akkor is, amikor a jeges Dunába lőtték a zsidókat, a cigányokat és a meleg embereket. Nem futamodhatunk meg. Addig mi nem nyugodhatunk, ameddig a náci párt parlamenti párt lehet, és a nácik a magyar közélet részei lehetnek. Nem
nyugodhatunk. És nagyon oda kell figyelnünk, mert egy mondatot hagy plagizáljak Baktívia zseniális kavaréjából. A Jobbik itt ül a válunkon, és nem vesszük észre. Tehát nagyon-nagyon fontos kérdés, ezt nem lehet elbagatelizálni a nácik létét. Most hallom, nem volt ez, de nagyon megköszönöm. Baróczi Ági szeretne. Szeretném, hogyha együtt elmondanánk, hogy mit szeretnénk itt ma üzenetként elmondani. Szerintem az az, hogy éljen Ricardo, le a rasszizmussal. Hataljon! Éljen Ricardo, le a rasszizmussal! Éljen! Oberoma! Éljen Ricardo, le a rasszizmussal! 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 Tedd a baj, hogy ostoba, ostoba, jaj, de ostoba, ostoba állam, ostoba, ostoba, jaj, de ostoba. Sötét bunkó, ticsektik az egyik év, például eddig 10 óvát ne vertem, kettesére perte. A legidősebb elmúlt 9,5 éves, de álltam a sarat, a túlerőt képes. Ostoba, ostoba, jaj, de ostoba, ostoba állam. Ostoba, jaj, de ostoba, nyilasd a hó! Önök a bocska, meg a tüta bella, két nemzeti hős, a durva és a kurva. Az a fias ifjú példaképre vágyik, de szerintem az egyik hülyébb, mint a másik. És ostoba, ostoba, jaj, de ostoba, ostoba állat, ostoba, ostoba, jaj, de ostoba. Látszik meg a kér, faszint a seppej, mi lett velem, hogyha körbe vesznek az idegenek. Hol a szent korona, meg a nagy turul, mikor partiba vágnak, hátulul, majd te ostoba, ostoba, jaj, de ostoba, ostoba állat, ostoba, ostoba, jaj, minden náci, ostoba! Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse énekeit megfelejts. Gondok és a húsunkba vág, épp mutató lett a világ. Egész világ áldjon meg minden újszülöttet a világon.